A Beregszásziak előadásában az őrnagy szerepét Trill Zsolt Jászai Mari díjas színművész alakította. A történet napjainkban igencsak aktuális. Ha jól emlékszem, olyan tizenvalahány évvel ezelőtt készítettük mi el ezt a darabot. És ugye a Beregszászi Színházban mindig is az volt az első szempont, hogy hosszú éveken keresztül tudjuk játszani majd az előadást. Ugye nem vagyunk abban az anyagi helyzetben, a színház nincs abban az anyagi helyzetben, hogy évente több produkciót készítsen, és aztán azt mind kukába dobja bizonyos idő után. Ezért a legfontosabb szempont ez az, hogy hosszú ideig tudjuk játszani. És sajnos látva most a helyzetet, ugye a darabnak még aktuálisabb pillanatai vannak, mint voltak, de én azt hiszem, hogy ez annyira örökérvényű ez a dráma, ez a darab, hogy ez hát sajnos soha nem fog kimenni a divatból. Ezt a napfényt is meg kell szokni, 9 hónapos sötétség, viszok és borultál. Kint a szállásomat valami iskola félét, körös körül fölhányadt a listálat az ágyával. A figura megformálásáról is beszélt Trill Zsolt. Szerinte ez egy feladat, amit végre kell hajtani. Hogy testhez mennyire áll, azt én nem tudom, de hát olyan pontosan van leírva minden, hogyha csak azt követjük és azt megpróbáljuk megcsinálni, akkor már nagy baj nem lehet. Mindenkinek megvan a maga szerepe a darabon belül. Szerintem nagyon pontosan van leírva, és mindenki annyira van jelen, amennyire kell, ahogy általában az életben egy hasonló szituációban, ha történ, akkor egy hasonló szituációban mindenkinek ennyi lenne a szerepe, és ez patika mérlegen van pontosan kimérve szerintem. Nem tudom, hát az ember csinálja, aztán nem nagyon foglalkozik ezzel, hogy most ez az én szerepem, nem az én szerepem, ez egy feladat, aztán meg kell csinálni. Ha észreveszem, hogy befejezem magukat, azonnal elutazom! Szűcs Nelli Jászai Mari díjas színművész játssza a Tótnét. Az asszony elsősorban egy anya, aki félti a fronton lévő fiát. Egy családanya, aki a ház melegét rakosgatja, süt, főz. Tehát ami egy asszonyi sors. Tehát és ugye ahogy elkezdődik a darab, azt látjuk, hogy ez egy majdnem idilli helyszín, csicseregnek a madarak, kint vagyunk vidéken, és jó kint az élet. Tehát nem véletlenül vágyik ide az őrnagy úr is majd, és aki azt mondja, hogy ma ő itt meg is gyógyult. Persze az alatt ő tönkretett egy családot, de ez egy másik vonal most már. Úgyhogy ez egy anya, aki mindent megtesz a fiáért. És emiatt teljes csöndre van szüksége. Tudom, hogy édesapám községszerte olyan megbecsülésnek örvend, hogy könnyű szerrel ki fogja küszöbölni a fülnek nem kellemes zajokat. Hát mi nálunk nincsen csönd? Jaj, dehogyis nincs. Mi nekünk van egy vendégkönyvünk. Hát, az egyik vendégünk azt jegyezte föl, hogy itt olyan sötét is. A nézők, ahogy nézik a darabot, rájönnek első felvonás végén, hogy a fiú már meghal, hiszen ő olvassa a leveleket, meg a táviratokat, amelyek jönnek a frontról, és akkor azt látja majd a néző, hogy megy tönkre egy család, egy olyan, mivel az őrnagy úr a háborút képviseli, és egy személy hogy tud tönkretenni egy egész családot, egy egész falut, egy községet, egy környezetet. Úgyhogy nagyon szeretem ezt a szöveget, mert nem véletlenül tragikomédiának hívják a darabot, tehát ez ahogy tele van tragédiával, úgy komikus helyzetek is vannak, a szöveg is olyan, tehát ezt nem szabad rájátszani a komikus helyzetekre, vagy ami a szöveg, amit hoz, csak finoman kell előadni, úgyhogy lehet bennem színészileg lubickolni, mert nagy amplitudója van a szerepnek.
egyszerű oka van annak, hogy éppen Örkény István Tóték című darabjával érkezett a Beregszászi Színház Pécsre a 10. Színházi Olimpia keretében. Ez pedig a közönség és a pécsi 3. színház igénye volt, mondta Sin Edina, a Kárpátaljai Magyar Drámai Színház igazgatója. Azt a darabot, amely tavaly érte meg nagykorúságát, hiszen több mint 18 éve van műsoron a Beregszászi Színházban. Ez idő alatt kisebb változásokon ugyan átment, de elmondhatjuk, hogy a születése óta ugyanabban a formában játsszuk, ugyanazzal a mondani valóval, és majdnem ugyanazzal a szereposztással. Ágika szerepét kivéve nem változott. Ágikát egyetemi hallgatónk és már újdonsült színházi munkatársunk Polyák Anita alakítja. Sose rántott, sőt, gyógykezelt az elme és ideg klinikán, mégsem tudom szeretni. Ha jön egy meghívó, akkor megy föl gardepartiára. Miért törüljen? A tanítóéknak megsebesült a fronton a fiúk. Még ma sem tudják. A lányuk viszont 3 sikereket hozott a világra. Kijavítottam a sűrben 2-re. Szeretem a páros számot, a harmadik gyerek csak zavar. De minden sokan a jó érzést tételi velem, még soha csak a kérte. Azért is különleges számukra ez a Vidnyánszky Attila által rendezett darab, mert a Beregszászi Színház háborús pillanatát idézi meg Örkény István klasszikus darabjával, hangsúlyozta a színházigazgató. Hiszen éppen ezt játszottuk Tiszakécskén azon a bizonyos februári napon 2022-ben, és megjelenítette mindazt számunkra egyfajta spirituális töltettel, ami a valóságban is megtörtént Ukrajnában. Azóta is ezzel a tudattal, ezzel a töltettel játszunk, és úgy gondolom, hogy akkor, amikor a pécsi nézőkhöz elhozzuk az előadást, valahol hirdetjük az aktualitását is, a béke üzenetét, a háború önkényét is igyekszünk ezzel a darabbal megmutatni, és a béke melletti kiállásunkat erősítjük. Ami nem ment könnyen, mert mostani idegállapotában nem akar senkinek a terhére lenni. De én. Leírtam a község klimatikus előnyét, ami szép üveges verandánkat, a kilátást a bábonyra, meg a bartalaposi bőrre. És képzeljék, őrnagyurunk elfogadta a meghívást. Örömhír! Krisztus a kereszt! Gondolhatják, hogy ez mit jelent nekem? A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház vendégjátékát 2023. május 16-án és 17-én tűzte műsorára a 10. Színházi Olimpia keretében a Pécsi 3. Színház. Az aradi-szegedi koprodukcióban született Karnyóni előadás és a Tóték határon túli magyar nyelvű produkció befogadása révén a Pécsi Teátrum részese a 70 helyszínen több mint 7500 résztvevővel zajló nemzetközi színházi seregszemlének, amelyre 58 ország, 400 társulata, 150 előadást hozott Magyarországra. De mit szólna a község? Nem kell azt bizonygatom a mélyen tisztelt őrnagy úrnak, hogy a tűzoltónak tekintélyt kell tartani. Ki hallgat egy olyan községi tűzoltóra, aki személybe húzó sisakkal sétál, mint egy részek kocsis? Így akár négy kézláb is hazamehetek.